A Hunyadi Technikum OKJ képzésében résztvevő 12 tanuló két oktató kíséretében utazott tavaly októberben Londonba azért, hogy 3 hét alatt különböző cégeknél a szakmájukat és a nyelvet tanulhassák, gyakorolhassák. Az ott szerzett tapasztalatokról, élményekről számoltak be szerdán a Városházán. Dorina adminisztrációs területen dolgozott, ahol nagyon jól érezte magát, és mint mondja, nagyon hasznosnak tartja az Angliában töltött időt. Tavaly ügyvitelszakon végezte el az iskolát, és a jövőben is hasonló területen szeretne elhelyezkedni. Voltak kötelességeink, hogy munkanaplót írjunk, szóval amint hazaértünk a fogadó családokhoz, nekünk első dolgunk az volt, hogy ezt megírjuk rendesen, ahogyan ezt megtanították nekünk. Aztán a fogadó család is nagyon rendes volt, segített nekünk, ha bármi problémánk volt, ő jött és segített, szóval nagyon, nagyon jó volt. A fiatalokat és tanáraikat Mészáros Attila fogadta a Városházán. Az alpolgármester elmondta, évek óta szép hagyomány, hogy a hunyadisok egy-egy csoportja az Erasmus Plus program keretében külföldön tölti szakmai gyakorlatát, ami a karrierjük során később majd hasznukra válhat. Szakmájukat tudják külföldi környezetben gyakorolni, másrészt pedig nyilván az angol idegen nyelvet nagyon jól tudják munkakörnyezetben is használni, ami azt gondolom, hogy dupla öröm. Én nagyon köszönöm szépen a Hunyadi Technikumnak, hogy most már évek óta rendszeresen pályáznak, sikerrel pályáznak, és ez pedig óriási lehetőség és élmény a fiataloknak. Ráadásul az önéletrajzukban pedig egy fontos pont. A külföldi gyakorlat egy 2020-as pályázatnak köszönhetően tudott megvalósulni. Akkor a Covid miatt meghiúsult a program, ám tavaly ősszel már meg tudta szervezni az iskola az utazást. Előtte pedig a diákok nyelvi és szakmai felkészítésen vettek részt. A gyakorlat során a tanulókat családoknál szállásolták el, hétvégente pedig alkalmuk volt jobban is megismerni az országot és a kultúrát. Ellátogattak Cambridge-be, az egyetemi városba, elmentünk Brightonba a tengerpartra velük, kimentünk Windsorba, elég sok esemény zajlott ugye Londonban. Ez időpont körül ugye II. Erzsébet királynő halála, temetése, illetőleg ugye a miniszterelnök váltás is ebben az időben zajlott, úgyhogy eléggé forrongó politikai és gazdasági helyzetbe csöppentünk, és egy nagyon-nagyon multikulturális várost, illetve országot ismerhettek meg a diákok. A beszámolót követően a diákok a város elismerő oklevelét is átvehették, ami emlékeztetni fogja őket arra, hogy milyen szép és hasznos élménnyel gazdagodtak a gyakorlat során.